Ugye azt a Tibi már elmesélte, hogy Tomi egészen régen elkezdte ezt a dolgot csinálni, és ez a gyűjtemény, amit most itt meg is lehet kint vásárolni az ajtóban, és nem csak itt, ez a gyűjtemény, ami ezen a kazettán van, ez régi dalokból rakódott erre a szalagra, és ezeket a régi dalokat nem csak azért varázsolta most elő Tony valahonnan a íróasztal fiók mélyéről, hogy vissza lehessen emlékezni, hanem hogy felfrissítsen bizonyos barátságokat is. És akkor idejük adunk ki, hogy ezen a bizonyos kazettán, ezen a Tony és barátai Unplugged kazettán, ezek a régi dalok régi arcokkal szólalnak meg, olyan zenész barátokkal, akik különböző zenekarokban játszanak ma is. Szana Szét, itt a pécsi zenész életben mindenkivel lehet találkozni, és egy nagyon jó barátságos együttzenélésre ad okot, lehetőséget ez a kazetta, illetve ez a mostani koncert. Tehát köszönjük szépen. Tehát fogadjuk úgy ezt a zenekart, hogy az együtt muzsikálás öröméért, a barátság és a zene kedvéért összejött régi pécsi muzsikusok ülnek itt, mondom, különböző helyről összesöprögetve, és ez bizonyítja talán azt is, hogy nem csak a szemetet vagyja időnként össze az őszi szél. Na, mindenki szórakozzék igen jól, tehát a színpadon Tony és barátai. De most egy kis tapsot! És mindjárt a zene és barátság kapcsolat. Zene barát. Legyél hát zenekarát! Szevasztok!